Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok srácok, ez egy nem igazán az átlaghoz illeszkedő Műhely 2.0 epizód, ugyanis most ebben az epizódon megnézzük, ez egy ilyen fél epizód, hogy eddig mit találtunk a házban. A talált tárgyakon elég felületesen mentem végig a videókban, nem mindegyik szerepelt, nem mindegyik volt benne, ezért úgy gondoltam, hogy lesz egy ilyen külön videó, amelyben megmutatom őket egyesével szépen, amit találtunk itt a házban, a lakótérben, még mindig nincs kitakarítva, hozzányúlva a ház mögötti részhez, valamint a padláshoz, és a pajtában, mert ugye a pajta az már december közepét írunk 2020-ban, tehát igen, ez egy tavalyi videó, a pajta az már szinte teljesen ki van takarítva, tulajdonképpen fölsöprésre vár, meg tetőjavításra. Úgyhogy lássuk, hogy mi minden jött elő eddig. Első körben kezdjük a könyvekkel, illetve újságokkal. Ez egy Új Idők szépirodalmi magazin, ami 1943. március 13-ai. Lenéz. Egész jó állapotban van, tehát eltekintve attól, hogy azért szét van kicsit foszolva, de teljesen olvasható állapotban, nem olvastam még el egyébként. 43-ban már kifele jöttünk a háborúból, de azért mindig voltak gondok. Mindenesetre ez egy szép fogás. Egy Hova kössem villamos kapcsolások zsebkönyve, méghozzá hasonló régiség. 1955-ös. Ez is egész szép állapotban maradt meg, bár ez a pajtából került elő, úgyhogy nem kimélte a időjárás. Különböző háromfázisú kötések, csillagdelta kapcsolás, minden benne van. Ezek azóta sokat változtak, mivel a villamosnak az alaptörvényei jelenlegi tudásunk szerint örökérvényűek. Nincs rossz állapotban ez a kis könyvecske, kívülről van sajnos lerongyolva, de hát ki tudja hány 10 évet töltött a nyitott pajtában. Ezekről csak így több mondatokban, magyar rossz szótár, nem tudom miért hallottam meg, de megvan. Auschwitz kalauz méghozzá, ha jól nem tudom, 88-as, nem 86-os, jó kis Csernobili évjárat, plusz ipari szakkönyvekből itt van egy villanyszerelés alapműveletei, 1982-es kiadás, TV javítás és hivakeresés, ipari szakkönyvtár szintén 1981-es, ez egy kicsit szebb állapotban maradt meg, szintén egyébként a pajtából jött elő. Ezek azok a könyvek, amik a salgópolcon lévő könyvkupacnak a legalján volt, tehát körül voltak véve egyéb könyvekkel, azok ott szétmállottak, szétporlattak, ezek viszont egész szép állapotban megmaradtak, amik a legalján voltak. Ugyanez rádió és televízió vevőkészülékek, alapoktól kezdve minden benne van. Kapcsolási rajzok. Egyébként, by the way, volt ilyen kapcsolási rajz gyűjtemény nekünk, ugye én eredetileg elektrotechnikus villanyszerelő középiskolába jártam, és hát villamos rajz órán ezeket kellett nekünk szerkesztenünk. Tök jó volt, imádtam. Ez pedig 76-os. Azonban vannak itt öregebb dolgok is, srácok. Ez itt egy bőrkötéses biblia, méghozzá latin nyelvű. A dátum szerint 1891. Tehát nem mai darab. Egy szép állapotban megmaradt bőrkötéses ilyen kódexszerű latin biblia. Ja, megnézitek a lapszéleket, aranyozott a lapszél. Gyönyörű. És ez is a pajtából került elő a kupacnak a leges legaljáról. Van még itt a házban egy nagy rakás könyv, amiket nem néztem még át. Azok majd a következő ilyen epizódba fognak érkezni. De ez megint egy szép darab. Sokat nem ér, tehát értéke úgy nagyon nincsen. Viszont érdekes látni, ilyen még nem volt a kezemben. Ez pedig itt egy hitelemző beszédek, Mertcher kötőjelek kis írásával, mindjárt megnézzük. Tehát ez megint egy szintén nagyon régi könyv, viszont ez magyar nyelvű, hitelemző beszédek. Azt tudni kell, hogy elég mélyen vallásos családé volt a ház. Rengeteg katolikus egyházhoz köthető relikvia került elő, illetve ilyen régiségek. Bába Sándor könyvnyomdájában készült 1893-ban. Ennek mintha láttam volna a másik könyvkupacba a többi részét. Na minden, hogy a következő ilyen talált tárgyak epizódban megnézzük. Emellett még előkerült egy Háború és Béke magazin, 1994 áprilisi szám. Aki esetleg szereti az ilyen háborús dolgokat, annak egy kiváló kis magazin.
teljesen szép állapotban megmaradt példány. Ó, a poszter is benne van, srácok, ez nagyon korrekt. A pajtából még került elő egy ilyen lemezáru gyáros autópálya. Sajnos az autókat nem találtam meg hozzá. Hát a saját dobozából jött elő, csak a doboz lemállott körülle, úgyhogy... Ja, de amúgy a festés szép rajta, és igazából karcmentes. Meg ahogy elnéztem, horpadásmentes is. Úgyhogy ja, ha esetleg valakinek épp hiányzik az autójával egy ilyen autópálya, írjon egy e-mailt. Menjünk is tovább a divat szekcióra, ugyanis a Centrum Áruháznak a legfrissebb divat termékeit is megtaláltuk a pajtában, 15 zacskó belecsomagolva, és hát pont ezért maradtak meg ilyen szépen az utókornak. Rögtön látunk két darab 38-as Centrum Áruházas barna férfi inget, származási hely Libanon. Egyik az már ki volt szakadva, a másik az csak kicsit ki van szakadva, a sarkán az teljesen eredeti originál csomagolás, hogy ezt kiveszem szépen. Nem fogom kibontani, itt van a gyári gallérműanyag, minden. Azt mondja, hogy származási hely Libanon, kasított férfi ing. Egy dátumot kéne rajta nézni, ezen sajnos nincsen. Nem, sajnos ezen nincsen dátum. De hát ez sem egy mai darab, maradjunk annyiba. Mr. Go márkájú libanoni férfi ing. Óvatosan visszarakom, mert nagyon törékeny már ez a celofán. Szépen visszahúzzuk a helyére. Ebből két darab van. A következő a szintén ki van bontva, de valószínűleg a gyári műanyagja. Ez pedig kiveszünk szépen a zacskóból. Nagyon szép állapot, szinte új egyébként. Hát vadonatúj. Lássuk csak. Foltex, ugye? Foltex? Igen, Foltex. Nagyon szép állapotú ing. Benne van a még a papír, amivel kitámasztják. Itt van egy gyönyörűséges cetli hozzá. Tulajdonság kellemes viselet. 1983-ban gyártották. És vadonatúj. Ilyet még életemben nem láttam egyébként. Képeken láttam, mert például a nagymamám, nagypapám régi fotói mind ilyen típusú ingekben vannak. Tehát ugye ez volt annó. De vadonatúj onnan még sosem láttam. Aztán van még itt nyakkendő. Vadonatúj állapotban. Magyar Sejemipari Vállalat nyakkendő. De van itt egy kupac, ami szintén itt van, és ez például diolen poliészter nyakkendő, szintén minden cetliével. Szintén bontatlan. Na van itt egy pár, de ezek is vadonatújak, mert nézzétek meg, mindegyiken rajta van a címke. Vadonatúj nyakkendők. Vadonatúj NDK-s barna nyakkendő. Ez pedig Dunasilk márkájú. A vattosság kedvéért barna nyakkendő. És ahogy elnézem, a sejemipari vállalat, igen, ez itt még két darab vadonatúj nyakkendő. És persze a legjobbat hagyom utoljára, sajnálatos módon ki van bontva, de ez egy szovjet ing. Vida Vidin a márkája, látszik benne. És ha megnézitek a cetlit, ami a gombja alá van varva, ami sajnos kicsit kijött, ahogy elnézem, de ez itt volt. 1946-os, 37-es méret, 170 centi magas emberre. Sajnálatos módon nem voltak ilyen égi beszélők az akkori emberek, így két méteres emberre nem találtam ruhát, de szép fogás. Én tudom értékelni az ilyen régiségeket. Ez pedig itt az MHV Áruház műszaki aprócikk osztálya. Ugye találtunk egy diavetítőt, nagyon szép rollerszín kalapás lapformában, valamint egy Weimar karcórát, hasonló típusú markolót még keresünk, két darab villanyborotvát, meg egy stetoszkópot. Kezdjük a két darab villanyborotvával, ami igazából hát nem képvisel értéket, de találtuk. Igazság szerint nem próbáltam ki, de hát van. Ha esetleg valakinek ingere van rá, akkor írjon egy e-mailt, mert nekem igazából nem lesz rá szükségem. Csak, mint érdekesség megemlítem, hogy találtunk ilyet is. Ugyanez Remington márkával dobozos túl, a gyűjtői darab szokták mondani. Egész szép állapotban van, mondjuk jó retkes, az tény. Vajon működhet? Ez megy. Valamit zümmög, mint ha be lenne állva. Mindenesetre ilyet is találtunk. Emellett itt van ez a Weimar óra. Sima karcóra, tetszetős, le kéne pucolni, fölpolírozni, és egy
nagyon csinos kis óra lenne belőle. A vetítőgéppel komolyabban nem foglalkoznék most, működőképesnek tűnik, nem próbáltam még ki, ezt szeretném külön videót szentelni majd neki, mert ilyenünk volt, és ez egy igen jó dolog. És ahogy néztem, a filmek sincsenek meggombásodva, penészedve, úgyhogy lehet, hogy lesz belőle egy külön videó. Folytassuk is tovább az érdekességekkel. Itt egy szép szódás szifon, egy gyertyatartó, sárga részből valószínűleg, két kaszakő, mindig jó, hogyha van, egy, hát nem is tudom, hogy sima távcső, vagy ez ilyen operett távcső, és a, mint kiderült, vajköpülő. Ezeket valószínűleg nem kell bemutatnom senkinek, ez kaszakő. Ez pedig itt egy távcső, egy nagyon régi, valahol volt rajta némi felirat. Azt írja, hogy Gorsz, Pozsony. Ezt a videót úgy csinálom, hogy nem néztem utána a cuccoknak, utána fogok nézni, tehát amire ti beírjátok kommentbe, addig én már tudni fogok mindenről mindent, hogy micsoda. Működik ez a kis távcső, igazából szét kéne szedni, át kéne pucolni. Egy kis hibától eltekintve itt jól látszik, hogy be van repedve ez az üveglencse. Ezen kívül amúgy ugye egyben van. Szép darab lenne, föl kéne pucolni, meg kicsit föl kéne polírozni, és egy szép dísztárgy. Ez pedig egy gyertyatartó. Ez a szódás szifon viszont baromi jól néz ki. Hello, itt vagyok benne. ezt viszont tényleg tükörre kéne polírozni, aztán szódát kéne benne csinálni, mert az egy jó dolog. Ki kell pucolni. Valószínűleg mi... Ja, hogy még volt is benne szénsav, oké. Okay. Ez pedig itt egy vajköpülő, ami úgy köpült el a vajat, hogy ugye bele kell rakni a cuccot, és szépen a bent lévő kis ilyen habverőre hasonlító valami. Jó, igen, kurva szarok a konyhába. Egyébként teljesen megérthető, hogy a falu férfi tagjai nem szerették az ilyen eszközöket, ugyanis átszoktatta a falubeli jányukat az ilyen típusú mozgásra, az ilyen típusúról. És itt van még némi cucc, ami az érdekesség szekciót erősíti. Ez egy 1999-es napfogyatkozásra kiadott szemüveg, Sundance szemüveg. Erre még én is emlékszem, elég kicsi voltam ugyanakkor még, kőkemény 8 éves, de emlékszem, hogy volt ilyenünk, meg láttam már ilyet. Ezek ki vannak szakadva, volt valahol egy bontatlan is, de hát csak egy érdekességet megemlítem, hogy ilyet is találtunk a pajtában. És tovább megyünk a retro lámpa szekcióra. Én nagyon szeretem ezeket a retro lámpákat, nekem is van ilyen otthon a műhelyben. Ez például egy szinte vadonatúj, szarvasi, vas és fémipari szövetkezet asztali lámpa. Ezt meg fogom tartani, ez az én asztali lámpám lesz majd. Minimális rozsda van rajta, meg pókháló, meg ilyenek, de ez nem olyan nagy probléma. Ez a másik, ez szintén a szarvasi gyártmány, tehát ha megnézitek, talán látszik szarvasi vas és fényipari szövetkezet. Ez is egy az ő lámpájuk, látszik, hogy ugyanaz a lámpabúra, mint a másikon. Mind a kettő meg lesz tartva, és használni fogom. Imádom ezt a retrót. A pajtában találtunk még egy Crystal Tone lemezjátszót, ha sikerül kinyitnom. Ez egy sztereó lemezjátszó, még elektroncsöves. Hát szoszó állapotban van. Van benne tű, ami azért egy jó dolog. Bár szerintem semmit nem ér. Forogni forog, bár valószínűleg elmállott róla már a hajtóégszí. Próbát lehet, hogy megérne akár életre kelteni, vagy csak egy szétszedésre, MH-Block 2-re kiváló lesz. A doboza akár még egy jó, nagyon-nagyon vaskos mosás után, hát talán még érhet valamit. Itt látszik alul a kábel hozzá. Ahogy látom, nincsen rajta hajtószíj. Jó, ezt lehet, hogy szétszedjük MH-Block 2-n, mert a doboz azt tetszik, azt jó volna megmenteni valami egyébnek. Nem akarok kidugni a dobozát. Tudjátok, hogy van ez? Van, amit ezért érdemes egy darabig eltenni, aztán, hogyha nem használom semmire, akkor utána kidobjuk. Emellett még találtam biciklipumpát, petróleumlámpát, villanyrezsót, elektroncsöveket, nem ilyen tároló edényeket, ezek valószínűleg újak, szerszámokat, amik majd jól jönnek, különböző floppy lemezeket, például UFO-sokat, némi alkoholt, különböző kerámiákat és apróságokat, amelyek közül ezek itt hollóháziak, nem is akár milyen állapotban, valamint egy gyerek tangó harmonikát. Thank you.
Igen, kicsit ragadnak a gombjai, meg van egy-két félhang, ami nem működik. Lehet, hogy ebből is lesz javítós videó MHLO 2-re, meg van, akiket találnom, hogy meg tudjam fogni, vagy jelenti, hozzá van kötve a kezemhez, ami nem igazán alkalmas erre. Ja. Hát ja, mert ez egy gyerek harmonika. Most mi van? Öreg anyámnál mondjuk ott van a rendes harmonika, az is lehet, hogy kéne játszani valamit. Na mindegy. Belebuzultam a zenébe, igen, tudom. Emellett pedig még találtam két darab számítógépet, két darab Alba kompos, ez egy 286-os, ez pedig egy 386-os, valamint egy DeWoo monitort hozzá, és egy Microsoft billentyűzetet. Az itt látható tévé, amit most nem fogok elővenni, mert kurva nehéz volt oda fölrakni, az egy Orion Duna tévé, egy 17 szolos régi tévé. Egész korrekt állapotban az nem itt találtam, hanem segítettem egy haveromnak szénabálát fölpakolni, és ott volt egy pajtába, és elhoztam. Ez a másik pedig egy Pentium 2-es Hewlett Packard Vectra VL. Ez egy működőképes gép, tök jó, hozzávaló monitorral. Ezt a második szomszédtól kaptam, aztán adtam neki helyette egy Pentium 4-es laptopot, hogy legyen mivel játszadoznia. Egyébként egy idősebb emberke, de amúgy meg tök jó fej, úgyhogy kaptam tőle egy másik gépet, amiről megint majd lesz valamiféle videó, szerintem MHVlog 2-n. Bár szerintem ezt nem háborút fogom tenni. Na mindegy, majd meglátjátok. Ez pedig itt a Vermona erősítő, ami a pajtában volt. Lepucoltam kicsit kívül, belül még nem néztem, mert nagyjából megvannak a csövek is, meg minden, de én nem fogok lekezdeni semmit, megvan már a gazdája. Ez a robogó pedig rohadtul nem az én hibám, hanem Attiláé. Köszönöm szépen neki. Nos srácok, egyelőre ennyi retro érdekességet találtunk itt a házban, valamint a pajtában. De ennek még nincs vége, ugyanis a háznak még van egy körülbelül 25 négyzetméteres része, amihez hozzá sem nyúltam, és tulajdonképpen szőnyeg van pakolva, ezt láthatok már a videókban, meg egy padlás, ami egy olyan 20 négyzetméteren van megpakolva mindenféle földi jóval, szeméttel, csak lehet benne valami érdekes. Én pedig ezt a videót itt lezárom, mivel kőkemény 1 fok van a házban, én pedig már idefagytam, de hát mindent egy jó videóért, nem igaz srácok? Úgyhogy innentől fogva szépen jönnek majd tovább a ház és a pajtával kapcsolatos epizódok. Ahogyan fogynak az előre felvett videók, úgy egyre jobban át fogok szerintem állni a két hetente jelentkező Műhely 2.0 epizódokra, és akkor talán egy kicsit hosszabb is lehet akár, bár ezt nem ígérem, mert így is egy ilyen 15-20 perces epizódnak az elkészítése körülbelül 2 hétbe telik, illetve 2 hét időtartam alatt készül el. Na mindegy, ez csak egy ilyen szolgálati közlemény volt, egy megjegyzés a készítő részéről. Úgyhogy, amennyiben ez a videó tetszett, iratkozz föl, lájkolj, valamint az itt bemutatott cuccokról, például a vetítőgépről biztosan, a PC-kről biztosan lesz videó, megpróbáljuk feléleszteni őket, mert mégiscsak tök jó dolog, ilyen vetítőgépünk volt nekünk is gyerekkorunkban, imádtuk, már csak egy ilyen nosztalgia 5 percért neki fogok állni és rendbe fogom rakni, úgyhogy a következő videóban találkozunk, addig is, amennyiben szeretnéd támogatni, amit itt művelek, azra van link a leírásban, mindenféle fajta lehet belőle válogatni, meg csatlakozásból, meg stb. Nagyon szépen megköszönöm, illetve hogyha feliratkozol és lájkolod ezt a videót, azt is nagyon szépen köszönöm. Ha esetleg van valami, amit láttál, és nem mondtam, hogy megtartom, vagy már van gazdája, vagy valami hasonló, és mondjuk még érdekel is, akkor írj egy e-mail, de tényleg csak az írjon, akit érdekel, mert hobbi e-mailezőkkel nem szeretnék foglalkozni, sajnos sokan vannak. Na, mindegy. Következő Műhely 2.0-as epizódig pedig sziasztok, én megyek haza, mert idefagytam.